Bagdi Bella Előttem legyen mindig út című motivációs koncertjét rendezik meg március 24-én pénteken 18 órától a Fehérló Közösségi Házban. Az önfejlesztő motivációs előadás során hallható dalok előhívják a pozitív érzelmeket, megerősítenek, inspirálnak, bátorítanak, és általánosságban hozzájárulnak ahhoz, hogy minden negatív feszültség kioldódjon. Ezen az estén különféle élethelyzetek, életszakaszok problémáihoz kapnak olyan útmutatókat a résztvevők a zenén keresztül, amelyek segíthetnek egy adott helyzettel kapcsolatos pozitív elvárásokat megerősíteni. Az interaktív koncertre jegyek a Fehérló Közösségi Házban még válthatók. A koncertnek van egy interaktív jellege is, de természetesen ez nem kötelező jellegű részt venni ebben az interakcióban. Tehát, hogyha valaki csak szeretne eljönni és élvezni a zenének a varázslatos erejét, feltöltődni szeretne, akkor természetesen erre is van lehetőség, de aki szeretne ebbe részt venni, akár együtt énekelni velem, ugyanis én szeretem ösztönözni az embereket arra, hogy vegyenek részt ebben a közös éneklésben, hiszen a közös éneklés az még fokozottabban segít előhívni belülünk azokat a pozitív érzelmeket, amelyekkel ugye kedvező változásokat tudunk beindítani az életünkbe, és hát 6 stáción fogunk végigmenni ez alatt a koncert alatt, hogy miért fontos, hogy lássunk magunk előtt egy utat, és hogyan jussunk el azokhoz a célokhoz, álmokhoz, amelyeket magunk előtt látunk, igazából ezeknek a stratégiáiról, alapelveiről fog szólni ez az este. Természetesen egy szórakoztató formában, vicces anekdótákkal fűszerezve, úgyhogy tényleg mindenkit nagy szeretettel várok, hogy egyszer tegye próbára magát, hogy milyen egy ilyen önfejlesztő motivációs koncerten részt venni.